Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Ha velem tartanak az aszcendensben, kiderül, hogy mit ígérnek a csillagok az elkövetkezendő hetekre. Megtudjuk, milyenek a szűzjegyű emberek. Dr. Pál István ismerteti velünk az erre az időszakra szóló népszokásokat, babonákat. Mazák Katalintól szépségápolási tanácsokat kapunk, és dr. Bak Judit segít nekünk, hogy az allergia ezen időszakát is valahogyan át tudjuk vészelni. Tartsanak velem! Most azok figyeljenek, akik arra kíváncsiak, mi van a csillagokban megírva a következendő hetekre, illetve megtudjuk azt is, hogy milyenek a szűzjegyű emberek. Kos. Legyen figyelemmel másokra, akkor is el tudja érni célját, ha mások érdekeit is szem előtt tartja. Ráadásul közben új lehetőségek is előkerülnek. Lehetne egy kicsit kedvesebb az emberekkel. Bika. Most már ideje, hogy sokkal komolyabban gondolkodjon el azon, hogy a lustasága miatt mennyi mindentől elesett. Tervezget, kis lépéseket tesz is, de aztán feladja, mert ez a könnyebb. Ikrek. Sorsdöntő lépések következnek, hosszabb távra határozzák majd meg a mindennapokat. Legyen bátor, ne riadjon vissza a változásoktól. Mindenképpen jót hoznak, csak adja meg az esélyt. Rák. Annyit aggodalmaskodik mostanában fölöslegesen az anyagiak miatt. Nyugodjon meg, minden rendben van, és ott távolabbi kilátások is jók. Amire viszont figyeljen jobban, az a baráti kapcsolatok. Mostanában elhanyagolja barátait, akik már biztosan szemrehányást is tettek emiatt. Oroszlán. Minden lehetséges, ezt ön nagyon jól tudja. Ezért érthetetlen, hogy most miért a kifogások gyártásába fekteti a nagyobb energiát. Érdemesebb lenne a célra fókuszálni, az eddig is mindig segített. Szűz. Boldog születésnapot. Minden változóban ön körül. Emiatt gyakran ideges, feszült, sőt, még szomorú is. Próbálja meg úgy nézni, hogy a változások magukban hordozzák a fejlődést és az új lehetőségek felfedezését is. Mérleg. A lehető legrosszabb megoldás a problémákra a szőnyeg alásöprés. Sokkal jobb, ha alaposan szemügyre veszi, kielemzi a helyzetet, és így keresi a megoldást. Akár részenként is. Merni kell, mert csak akkor nyerhet. Skorpió. Sok harc van ön mögött. Elfáradt, belefásult, úgy érzi, senki nem szereti. Az energiát sem érzi. Üljön be egy jó színházi előadásra, nézzen meg valamilyen vígjátékot, inspiráló filmet, és szinte azonnal érezni fogja, meg kell ráznia magát és menni tovább a célok felé. Nyilas. Elég régen nyalogatja már a sebeit, itt lenne az ideje véget vetni mind az önámításnak, mind pedig az önsajnálatnak. Az így kapott energiát pedig fordítsa önfejlesztésre, önmegvalósításra. Bak. Minden célját kipipálhatja. Most adjon magának időt, hogy kicsit megveregesse a saját vállát, és merüljön el a jó érzésben, hogy ezt is megcsináltam. Ínséges időkben jól fognak jönni ezek az érzelmi motivációk. Vízöntő. Vegye észre, hogy olykor minden ok nélkül leteremti a környezetében lévő embereket. Mindenkinek vannak feszült napjai, de jobb lenne, ha ezt másképpen vezetné le. Ráadásul sokkal kevesebbet kellene magyarázkodni. Halak. Tanácstalan, nem tudja merre, hogyan induljon. Olyan problémával találta szembe magát, amire nincs tökéletes megoldás. A türelem fogja előrébb vinni ezt az ügyet. Ha leül, figyel és csendben vár, az mutatja meg majd a megoldást. A szűz egy nagyon érdekes, rendkívül intelligens ember, de alapos és rendszerető. A munka megszállottja. Ha találkozunk egy kollégával, egy munkáján, aki azt fogja panaszolni, hogy mindent velem csináltatnak, mások helyett is én dolgozom. Minden az én vállamon van, mindent nekem kell csinálni. Következő mondat egy másik munkatársad, te azt csak hagyd békén, mert elrontod, majd én megcsinálom. Ettől lesz sok munkája, mindenbe talál hibát, minden tökéletesre akar csinálni. Ő nagyon sokat dolgozik, de semmit nem lehet kivárni a kezéből, mert nem tudja be, semmi sincs kész, semmit se lehet befejezni, mindent abban lehet hagyni, semmi sem tökéletes, mindent alaposan kell megcsinálni, de emellett rendkívül intelligens általában. Aggodalmaskodó, félti az egészségét, legtöbbjük hipokonder. Ők azok, akiknek a sírjukra az van írva, hogy ugye igazán volt.
Dr. Pár István elmondja most nekünk, hogy nagyanyáink, dédanyáink milyen népszokásokat, babonákat őriztek az év ezen időszakában. Milyen népszokások, babonák kötődnek az év ezen időszakához? Szeptember már azért jelentős, hogy az emberek tulajdonképpen a népszokásokra nem nagyon érnek rá. Ilyenkor már itt van a betakarításoknak az ideje. Szeptemberre azt szokták mondani, hogy ez már az első emberes hónap, a szép ember. November az olyan csúfember, december az meg szörnyű ember. Tehát érdemes ilyenkor már arra is gondolni, hogy meglegyen az embereknek a télre, meg a következő szezonig tartó élelmiszerük. Tehát ezért be kell gyűjteni mindazt, amiért egész nyáron, egész tavasszal dolgoztak. Ilyenkor az a legfontosabb, hogy az állatok is megfelelő helyre kerüljenek. Szeptember 29-e ezért igen jelentős nap a gazdálkodások idején, hiszen ez a cselédfogadások, cselédelbocsátások, illetve az állatok őszi behajtásának a napja. Ilyenkor a juhászok, a kondások behajtják az egész nyáron a szabadban élő, táplálkozó és hízó juhokat, sertéseket, visszaadják a gazdáiknak, megtörténik az elszámolás és megtörténik az elbocsátás. Az elbocsátáson nem azt kell érteni, hogy ilyenkor mindenkit elzavarnak, hanem újra is szerződhetnek, ha megvoltak a gazdák velük elégedve, de ha nem akarják újra megfogadni őket, akkor nincs semmi probléma, lehet más gazdához menni. Évközben ennek nem nagyon kicsi volt a valószínűsége. Cselédfogadásnál ugyanez az eset fordul elő. Évközben nem lehetett csak úgy felmondani a gazdának, mert annak súlyosabb következményei lehettek, de ilyenkor mindenki szabadon eltávozhatott attól a gazdától, akivel nem volt megelégedve, vagy a gazda is elbocsáthatta, vagy elengedhette azt a cselédjét, akivel szintén nem volt úgy megelégedve a munkája során. Ilyenkor már az időjárás is olyan, hogy azt mondják, hogy megszakadt a fűtőve, már harapófogóval se lehetne kihúzni a földből a füvet, ellentétben a tavasszal, amikor azt mondják, hogy már kalapáccsal se lehetne Szent György nap után visszaverni a füvet, mert olyan erős növekedésnek indult. Tulajdonképpen más népszokásokra nincsen az embereknek idejük, hiszen ilyenkor dolgozni kell, majd a hosszú téli időszak lesz az, amikor már a naptári időszaknak a szokásait is megülhetik, megelevenhetnek, szemben ilyenkor a gazdasági életnek a szokásával. Szeptember vége, Szent Mihály nap környéke az az időszak már, amikor az első új bor kifor. Ez a borszűrő Szent Mihály napjának is nevezik éppen ezért, mert ilyenkor már meg is kóstolják a termést, ami majd ugye november elején, márton napkor az új bor ünnepeként vonul be a köztudatba. Ezen kívül ekkorra általában megérik és elkezd hullani a makka tölgyerdőkben, elkezdett hullani a makka tölgyerdőben, és azokat a sertéseket, disznókat, amelyeket szabadon tartottak, ilyenkor a kondások fölhajtották azokba az erdőkbe, ahol bőven termett a mak, és itt hízlalták föl azokat a jószágokat, amelyeket később sertésként eladtak, hazavittek, levágtak. Azt is szokták volt mondani, hogy ha bő a mak termés egy évben, akkor télen karácsony előtt hatalmas hó esik majd, és ez az embereknek bizonyos előjelzést ad, hiszen régen a kalendáriumok, mint hosszú távú meteorológiai megfigyelések és előjelzések működtek, mert nem volt napi időjárás jelentés rádióban, televízióban, hiszen nem volt se rádió, se televízió. Most pedig Mazák Katalintól kapunk a szépségünk ápolására vonatkozó tanácsokat. Milyen szépülési tanácsot kapnak ma a hölgyek? Zsíros bőrűeknek lesz a mai ajánlatom. Pakolást fog tartalmazni ez a kezelés, illetve a végén egy záró krémezéssel fejezzük be az ápolást. Mit fog tartalmazni a pakolás? Élesztőt, mézet, és előtte szódabikarbónás radírral készítjük elő a bőrt. Miért pont szódabikarbónával?
Azért, mert a zsíros bőröknél egy kicsit lugos irányba, ha elvisszük a pH-t, akkor nagyon szépen a fagyú dugaszokat ki tudjuk tisztítgatni, ki tudjuk oldani a lugos kém hatásra ezt a zsíros részt, intenzívebben, alaposabban, mint hogyha egy sima bőrradírt választanék. Ezt alaposan letisztítjuk, ezt követően a pH-ját a bőrnek visszaállítjuk, ezért egy citromos áttörléssel fogom folytatni, és azt követően jön a teljes mézes, élesztős pakolás. Az élesztő nagyon sok B-vitamint tartalmaz, ami kifejezetten jót tesz a zsíros bőrűeknek. A tejnél pedig a tejsav tartalmát fogjuk kihasználni, ami enyhe hámoldással tovább javítja a bőr légzést. Hogyan zajlik a kezelés? Tehát kap egy tisztítást? Igen, a tisztítást követően vízzel összekeverve a szódabikarbonát feljuttatom a bőrre, és finoman átmasszírozom vele. Arra figyeljünk oda, hogy nagyon intenzíven, erősen dörzsölni nem szükséges, csak finoman átmasszírozgatjuk. Azt követően bővízzel leöblítjük, és utána az előre kikevert pakolást juttatjuk fel a bőrfelületre, 10-15 percig hagyjuk hatni, azt követően azt is bővízzel lemossuk, és utána jöhet az áró ápolás, az pedig igénynek megfelelően, illetve természetesen bőrtípusnak megfelelően ápolókrémekkel zajlik. Hát tulajdonképpen milyen arányban kell összekeverni az összetevőket? Tehát mennyi élesztő, mennyi méz, honnan fogjuk tudni, hogy jó? Hát ha lehet, akkor egy krémes állagot érjünk el, hogy könnyen kenhetővé váljon ez a masszánk, és akkor lesz jó, akkor tudunk vele könnyen dolgozni. Azt, hogy kézzel, ecsettel, vagy hogyan juttatjuk fel a bőrre, az már szabadon választott. De arányaiban mégis megveszek egy ilyen sárga kocka élesztőt, annak a felét kezdjem el használni, vagy? Arányaiban azt mondom, hogy pici tejet juttassunk, de akár egy-két mokkás kanálnyi tejet, hasonló arányban mézet, és úgy adagoljuk hozzá majd az élesztőt, hogy ezzel egy kenhető állagot kapjunk. Értem. Van-e valaki, akinek nem ajánljuk? Ugyanúgy, mint minden egyes ápolásnál, ha bármilyen összetevővel szemben érzékenységünk, allergiánk van, akkor természetesen azt az összetevőt ki kell hagynunk, esetleg valamilyen más összetevővel helyettesíteni, hogyha lehetséges, ha nem, akkor pedig anélkül folytatjuk a kezelést. Az élesztő, ugye a zsíros bőrhöz hozzátartoznak a pattanások, és régen, amikor én még tinédzser voltam, akkor javasolták kozmetikusok, hogy ne csak kenjük az élesztőt, hanem együk is, mert hogy az belülről is segít. Ebben van valami? Hát itt megoszlanak a vélemények. Volt olyan vendégem, aki csinált ilyen B-vitamin kúrát akár, ami az élesztőhöz kapcsolódik, hiszen abban is nagyon sok a B12 vitamin, és az jótékony hatással volt a bőrre. Van, aki nem érzékelt különösebb változást, de ki kell próbálni, és ha úgy érezzük, akkor természetesen érdemes fogyasztani is. Még az allergiásoknak van itt egy utolsó szakasz, amikor az üröm és a parlagfű még rúg egyet nekik. Hogy ezt könnyebben át tudják viselni, dr. Bak Judit segít nekik néhány házi praktikával és tudományos ismérvel is. Még van az allergiának egy nagy adagja. Mit tehetünk, aki eddig nem volt allergiás, az mit tegyen, és akinek már amúgy is folyamatban van, hogyan csökkentheti a tüneteket? Aki allergiás és tud róla, hogy parlagfű vagy fekete üröm allergiája van, ami ugye az első fagyokig mindenféleképpen tünetet fog okozni, az természetesen szedje minden nap a gyógyszerét. Sajnos sokszor tapasztalom, hogy amikor nagyon komolyak a tünetek, akkor bekapkodják a gyógyszert, amikor kevésbé, akkor elfelejtkeznek róla. Csak sajnos igazándiból akkor hatékony, hogyha minden áldott nap be van véve az a gyógyszer, és szívből tudom javasolni, hogy az orsprét is használják rendszeresen, mert az orspré nem feltétlenül arra való, hogy rögtön azonnal kidugítsa az orrot, hanem hogy a nyálkahártyai mélyén meghúzódó krónikus gyulladást csökkentse. Úgyhogy ezt mindenféleképpen javasolnám azoknak, akik tudnak róla, akiknek most augusztus közepe táján kezdődtek el a tüsszögés, szemviszketés, orfolyás, ordugulás, tehát ezek a tipikus allergiás tünetek, azoknak szívből tudom javasolni, hogy jöjjenek el egy allergiavizsgálatra, vagy kezdjenek el szedni egy allergiagyógyszert, illetve egy orsprét, mert gyakorlatilag biztos, hogy ezekre a
növényekre allergiásak. Mi van, ha valakinek nem sikerül kideríteni, hogy mire allergiás? Nagyon sok olyan ember van. Attól, hogy mi 40 dologra mondjuk megnézzük a vérből az allergiatesztet, az még nem jelenti azt, hogy másik 3000-re még nem lehet allergiás, de hát ennyi tesztük van sajnos. De hogyha tipikusok a tünetek, ráadásul elkezdi szedni az allergiagyógyszert és használtad, a tünetek csökkennek, akkor nyilvánvalóan valamire allergiás. Most általában a betegek maguk jönnek rá arra, hogy mi az, ami zavarja őket. Lehet ez a mosóportól, az öblítői, bármi. Valaki a paszternákra allergiás, arra sose fogunk tesztet gyártani, de hogyha az ablak alatt nyílik valami növény, és az, amikor az nyílik, és például arra allergiás, bármilyen különleges is, arra minden további nélkül lehet. Az allergiagyógyszer és az orsprén kívül van-e még valami más, amivel segíthetünk magunkon? Vannak homeopátiás szerek, amiket ugye időben el kell kezdeni ahhoz, hogy egy fokozatosan növekvő koncentrációban adagolva az immunrendszert egy kicsit felkészítsék az allergiaszezonra. Vannak olyan fiziológiás orsprék, töményített, töményebb sós orsprék, amiket, hogyha rendszeresen használunk, kiöblítjük az orrot, tehát hogyha az allergéneket eltávolítjuk a nyálkahártyáról, akkor egy kicsit csökkennek a tünetek, vagy vannak orr átöblítő készülékek, amiket szintén fiziológiás oldattal lehet használni, és ezeket rendszeresen használva bizonyos esetekben még akár a gyógyszer is elkerülhető, de az nagyon ritka. Valamilyen vitamin vagy táplálkozás segítheti-e a tünetek csökkentését? Azt mondják, hogy a parlagfűvel etetett kecsketej az nagyon hatásos szokott lenni. Én személy szerint még nem próbáltam, de allergiával foglalkozó szaklapok írták le ezt, úgyhogy gondolom, hogy működik a dolog. Esetleg még valami extra tanács az allergiásoknak? Szívből tudom mindenkinek tanácsolni, hogy kezelje az allergiát, ugyanis akinek komoly tünetei vannak, azoknak sokkal nagyobb esélye lesz arra, hogy az alsóbb légutakat is érintse, hogy asztma alakuljon ki, mert akinek az allergiáját nem kezelik, annak sokkal nagyobb eséllyel alakul ki. Ennyi fért mai műsorunkba, én megköszönöm megtisztelő figyelmüket, várom Önöket legközelebb is itt a Kölcsei Televízió Ascendens című műsorában. Addig is vigyázzanak magukra, minden jót, viszontlátásra!